Ez egyébként a moto.hu-s nyereményem egy része. Motul plexi tisztító spray, mert ebből egy darab soha nem elég. Légszűrőolaj, ez ilyen spray. Tök jó, mert olcsó is, meg alapvetően tök jól tapad a légszűrőhöz. Egy ilyen pak, Alesso Sustec protektoros térvédő, ilyen felcsatolhatós cucc. Nem mindig veszem fel a motoros nadrágot, úgyhogy azokra a napokra tökéletes lesz ez a térvédő. Egy pár hónapja, amikor elkezdtem aktívabban foglalkozni ezzel a csatornával, el sem tudtam volna képzelni, hogy lesz majd egyszer 10 000 ember, akit foglalkoztat, hogy mégis mit beszélek a sisakomhoz. Ez nekem egy hatalmas szám, gondoljatok bele, ez egy kisebb város, 10 000 ember, elképesztő. Köszönöm nektek, hogy vagytok, meg hogy feliratkoztatok, meg hogy nézitek a hülyeségeimet. Nem értem, hogy hogyan találtatok rá ennyire a csatornámra. Feldobta a YouTube-ba, vagy valaki ajánlott, vagy megosztottátok egymás között? Nem hiszem el. Kommenteljetek, hogy honnan jöttetek. Elképesztő. Jó kis szegedi naplemente. Jaj. Nem igaz már, hangos ez a rendőr. Szóval annyit még hozzátennék, hogy úgy érzem, most kezdek úgy igazából belejönni végre, kezdem eltanulni a vágóprogramnak a használatát, úgyhogy a későbbiekben nyugodtan számíthattok még több videóra. Próbálom ezt a heti egyet tartani majd. Szevasz! Király! Ciao. Köszi! Azok nem hallak ettől a szartól, ne haragudj! Hogy? Kurva jók a videóid! Köszönöm szépen! Hát én ezt kurvára unom. Tudom, hogy nem a legszabályosabb, de ez van. De gyönyörű naplementénk van. Azt gondoltam, hogy ebből a nemes 10 000 feliratkozós alkalomból válaszolok néhány kérdésetekre, amit sokszor feltettetek, vagy megakadt rajta a szemem. Úgyhogy készültem egy kicsit. Mikor lesz új videó? Hát most. Merre laksz, Vattás? Otthon. Egyébként Szegeden, ahogy láthatjátok. Mennyibe kerül egy ilyen motor? Gyerekek, ezt a kérdést már annyiszor feltettétek nekem, hogy már nagyon kezdem unni. Használtautó.hu, képesmotor.hu, használtmotor.hu, wilhaben.at, mobile.de, eBay-en is megtalálod a motoromnak az árát. Beírod, hogy KTM 950 Adventure S 2005 vagy akármit a keresőbe is ki fogja neked dobni, hogy mennyibe kerül. Könyörgöm, nézzétek meg, annyira egyszerű. Nem lehetne közönség találkozó? De lehetne, de egyelőre nem lesz. Azért, mert én még nem érzem magam készen erre az egészre. Hogyha itt Szegeden jártok, gyertek, pacsizzatok le, oda megyek, beszélgetek. Én nem érzem magamat ennyire celebnek, vagy nagy youtubernek, hogy most közönség találkozót rendezzek, és akkor odaálljak, és akkor nézzétek, itt van a nagy Vattás, meg mit tudom én, aztán Oké, egy ember vagyok én is, én nem vágyom erre igazából. Ne haragudjatok, később majd lesz talán max olyan formátumban, hogy kiírom Facebookra, kövessétek a Facebookomat, itt lent, itt vagyok éppen, gyertek le, lehet velem enni egy hamburgert, vagy inni egy limonádét, vagy mit tudom én, közben lehet kérdezgetni. Te horgászol? Hát ez szerintem elég valószínű, hogy motorozom, de köszönöm a kérdést. Honnan jött a neved? Ez a Vattás, ez egy becenév egyébként. Egy gúnynév volt régen, így csúfoltak. Hát én meg fölvettem, rohadjanak meg, büdös köcsök héterek. Lehetne egy kérdésem? Ha igen, pont. Honnan cetted a motort, és mennyibe került? Lehetne egy kérdésem? Mi az a cetted? Gondolom, szedted? Hát szedni a gyümölcsöt szokták a fáról, én vásároltam ezt a motort. Honnan? Márka kereskedésből, pontosabban használtam, vettem. Ennyi. Szia, azt szeretném kérdezni, hogy azzal a két üzemanyagtankkal körülbelül mekkora hatótávolsága van a motorodnak? Hát, 21 literes a két üzemanyagtank együtt, úgyhogy nagyjából olyan 350-400 km-t tudok kicsavarni belőle, hogyha országúton megyek ilyen utazó tempóban. Városban olyan 250-300 km között ki szokott fogyni. Olyan fáradt vagyok, mindjárt lefolyok a motorról. Nem, mégse. Neked nincs lámpád? Egyébként még többen is kérdeztétek, hogy beváltottam-e már a moto.hu-nál a nyereményemet. Hoppá, hát ezt felkeltettük. Szóval, hogy elköltöttem-e már az 50 000 forintos nyereményemet a moto.hu-nál, amit a Moto Sunday-nek a motovlogger versenyén nyertem. Hú, de sok ez a moto. Ami részben az utolsó lökés volt nekem, hogy rávegyem magam erre a motovlogra. Még egy moto. Szóismétlés. Nem, még csak ilyen apróságokat vettem, mint például térdvédő. Videó elején láthattátok a kicsomagolósban. Van még ott egy jó 20-25 000 forint nyereményem, amit még nem költöttem el, úgyhogy majd a későbbiekben erről is láthattok ilyen
kicsomagolós unboxing videót a csatornán, hogy mire is költöm el mégiscsak ezt a nyereményt, biztos kíváncsiak vagytok. Egyébként meg egész jó áron vannak ott a cuccok. Ah, ott volt egy lyuk. Az egy lyuk volt? Nem tudom. Nagyjából ennyiről akartam beszélni, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor tegyétek fel kommentben, lájkoljátok a videót, meg iratkozzatok fel, menjetek motorozni. Sziasztok!